Most egy beszélgetést láthatnak, melyet Virág Tiborral, a Tiszafüredi City Gas Kajakkenu Egyesület edzőjével készítettünk, aki április végén egy különleges malajziai maratonversenyen vett részt, ahol aranyérmet nyert. A riportban láthatják azokat az érdekes felvételeket is, amelyeket a kajakra rögzített vízhatlan kamera készített a versenyről. Emberként fogad, vagy bennem látod harcodat, tekinteted meg simogat, vagy felképelnéd arcomat. Összeomlott templomot, romjain átlátod a holnapot. Elrepít a vak remény, igazságért halni meg erény. Az élet forgó színpadán, a jó meg a rossz is megtalál. Átkod visszafordul rád, az égig nem jut el imád. Mit csináltál tegnapon, amit csinálsz? Mit talál meg, mi az, amit kitalálsz? Ahogy tetted, ahogy mondtad, alapozza meg, hogyan köszönt a holnap. Mit csináltál tegnapon, amit csinálsz? Mit talál meg, mi az, amit kitalálsz? Ahogy tetted, ahogy mondtad, alapozza meg, hogyan köszönt a holnap. Nem először beszélünk már malajziai versenyről és malajziai munkáról, de arra már nem emlékszem, hogy hányszor járt ebben az érdekes, exotikus országban. Ez volt a hatodik alkalom, 2005-ben kezdődött, amikor szövetségi kapitányként szerződtettek Malajziába, és azóta még ötször sikerült visszamennem hozzájuk. Erre a versenyre ki volt a meghívó, honnan érkezett a meghívó levél? Kicsit váratlanul történt. Már én régóta élelődött bennem, hogy még egyszer legalább meg kellene csinálnom ezt a versenyt, már csak azért is, hogy önmagamnak bizonyítsam, hogy még mindig képes vagyok rá. És egyszer csak kaptam egy e-mailt a régi barátomtól, aki a Trengganui, ez egy tartomány is és egy város is, a Trengganui vezető, hogy emlékszek-e még erre a versenyre, és hogy elmennék-e, edzésben vagyok-e még, mert hogy akkor ők meghívnának engem. Beszélgetünk korábban róla, hogy Tibor már nem szívesen vállal, még a jó baráttal sem versenyeket, mert annyi egyéb feladata, elfoglaltsága van. Most mennyit kellett készülnie? Az a szerencse, hogy azért egy ilyen alap mozgásom van, tehát a gyerekekkel, vagy hát már nem is annyira gyerekek, akikkel én együtt edzek, télen és tavasszal nagyon jól tudok velük együtt edzeni, úgyhogy azért sportolok, meg mozgásban vagyok, de nyilván, hogyha mondjuk egy világbajnokságon szeretnék indulni, akkor ahhoz sokkal komolyabban kellene edzenem. Olyan körülbelül 2 hónappal a verseny előtt kaptam ezt a hírt, hogy mehetek, és akkor kicsit keményebben ráálltam, és ez így azért az alapokkal elég volt. Mit jelent ez a keményebben? Napi hány órája volt rá? Megcsináltam mindent, amit a versenyzőim. Tehát, hogyha 30 kilométer evezés volt, akkor 30-at én is leeveztem. A futásokat, a kondikat, tehát mindent velük megcsináltam. Milyen volt maga a verseny? A hagyományos maratonversenyekre emlékszem, hogy felváltva van evezés, illetve futás. Ez milyen jellegű verseny volt, és milyen színvonalú, tehát kiknek a részére? Ez tengeri verseny, tehát ez egy kicsit eltér a hagyományos maratontól. Itt nincsen futószakasz, meg nem a mi általunk ismert versenykajakokban versenyzünk, hanem tengeri kajakokban. Hát a színvonal az a szokásos, tehát ott malájok, indonézek, brunáiak indulnak leginkább, tehát akik ott élnek, azok az emberek, akik nem titok azért kajakozni, nem tudnak úgy, mint mondjuk egy magyar versenyző, vagy egy volt versenyző, mint én, tehát nincsenek azon a szinten technikailag, kajaktudásban, viszont nagyon szívós emberek, és ők azon az éghajlaton élnek. Tehát nekem ott amellett, hogy velük kell versenyeznem, nekem ott az éghajlattal is, mert hogy ez az egyen lítő, meg kell küzdenem. A kajakot említette, mi a különbség, mi a lényeges különbség a két hajó között? Hát sokkal nagyobb, stabilabb az a hajó, nagyobb a súlya is, más a formája. Hát a mi kajakunkkal ott, hogyha kicsit szelesebb az idő, akkor elsüllyednénk, felborulnánk. Úgy emlékszem, hogy április vége felé kellett elindulnia. Milyen volt az időbeosztás? Mikor indult, hova, merre ment repülővel, mikor érkezett, mennyi napja volt felkészülve? Ez tényleg csak egy verseny volt, semmiféle nyaralás nem fért ebbe bele. Elmentem, szerdán elindultam, csütörtökön értem oda, Kuala Lumpurba, pénteken tovább mentem Labuan szigetére, ami Borneóhoz tartozik. A szombaton volt egy nap felkészülésem a versenyre, vasárnap versenyeztem, hétfőn pedig elindultam haza, és kedden hazaértem.
Számunkra ezek nagyon egzotikus, különleges helyszínek, amit mond. Volt-e valami segítsége, vagy ez tulajdonképpen már megszokott útirány és útvonal, hol kell átszállnom, hova jön a repülő, hogy érek oda? A repülőterektől nem ijedek már meg, szoktam számolgatni, de sose jutok a végére, hogy hányszor sikerült már így a kajak miatt repülnöm, de ilyen 50-60 körül járok. Tehát igazából persze minden utazás izgalmas, de inkább a versenyre koncentráltam, nem az útra. Tehát a verseny azért nekem izgalmasabb volt. Nagy várakozás volt bennem is, hogy legutóbb 8 éve versenyeztem itt, akkor sikerült nyernem, hogy 8 évvel idősebben, már most 46 éves vagyok, ott a 20-25 évesek ellen, meg hát egyáltalán az 50 kilométeres távot az egyenlítőn leevezni, hogy erre képes vagyok-e. Nekem ez volt inkább most a kihívás. A felkészülési napot mire tudta felhasználni? A hajóval kellett ismerkedni, a tengerrel? A hajót állítottam be, mert ugye ezt úgy megkapjuk csupaszon, egy túrakajak, egy ilyen tengeri túrakajak, amit bárki használhat, és én ezt megpróbálom ilyenkor egy kicsit versenykajakká átalakítani, teszek bele pumpát, kitalálom, hogy hova rakom azt a 6-7 liter vizet, amit meg fogok inni a verseny alatt, tettem rá hullámtörőt, leragaszgattam rajta azokat a pontokat, ahol befolyhatna a víz, tehát így kicsit felkészítettem, hogy nehogy a technikám múljon. Lehet egyáltalán ilyen apró módos sokat csinálni? Persze, mindenki ott sürgött, forgott. Még régebben nem volt ez így, szerintem ezt tőlünk magyaroktól tanulták el. Még annak idején Petri Tamással is mentünk ezen a versenyen párosban, és mi raktunk bele plusz lábtámaszt fából, ott készítettük, és most is vittem, gondoltam, hogy meglepem őket. Erre kiderült, hogy mindenkinél ott voltak a lécek, és mindenki rakta, tehát, és pumpájuk is volt, pedig legelőször ezt is mi vittünk oda. Úgyhogy tanulnak. Evezőlapáttal mi újság volt? Tudom, hogy ez nagyon egyénre szabott. Ön hogyan boldogult? Szétszedtem és beraktam a bőröndömbe, ott pedig újra összeszereltem. Nagyon tetszett mindenkinek, hogy nem külön. Kérdezték, hogy hol a lapátom, és mondtam, hogy benne a bőröndbe. Tehát teljesen szétszedtem. Nem is tudtam, hogy szétszedhető egyáltalán egy ilyen evezőlapát. A verseny hogyan bonyolódott le? Hogyan érezte ott magát? Ugye nem volt már ez nekem újdonság, korán reggel van a rajt, már 6 órakor kint kell lenni, és olyan 6:30-7 között van a rajt. A többek között azért, hogy a nagyon nagy meleget elkerüljük. Itt most még azt mondom, hogy szerencsénk is volt, mert az első 2 órában felhős volt az ég, nem annyira sütött a nap, utána már igen. Hőmérséklet mennyi? Hát én nem vittem hőmérőt, de ugye ez az egyenlítő, tehát azért ilyen 30 és 40 fok között van a hőmérséklet, a páratartalom pedig 100%, tehát úgy eléggé rátelepszik az emberre, néha nehéz a levegővétel is, még csak úgy alapból is. Hát nagyon észnél kell lenni, én egy olyan stratégiát csináltam magamnak, vagy találtam ki magamnak, hogy első volt az életben maradás, és csak aztán a verseny. Tehát én a verseny első felében teljesen óvatos voltam, a mezőny elejével mentem együtt, és próbáltam tesztelni magam, hogy ki fogom egyáltalán bírni, a hőség milyen hatással lesz rám. 5 óra 40 perc alatt teljesítettem egyébként a versenyt, és 4 óra után gondoltam úgy, hogy most már innen akkor elkezdek én is versenyezni, és akkor hát sikerült is meglepnem a többieket, utána nevetve mondták, kérdezték, hogy te tulajdonképpen hány százalékkal levesztél addig, míg el nem indultál, mert hogy ők azt gondolták... 30-40? Hát mondtam nekik, hogy 60-70, mondtam, hogy csak kényelmesen mentem, mert hogy ők azt gondolták, hogy most itt az alkalom, hogy megverjenek, ezt így bevallották, hogy volt 2 egyes és egy páros, akikkel együtt mentünk, még 4 óránál is együtt voltunk, és ők már úgy tervezgették, hogy most elkapnak, de hát aztán nem sikerült. Tudok mutatni a televízió nézőjének az ön segítségével egy pályarajzot. Ez bójákkal volt kijelölve, vagy milyen módon oldották? Ugye magát a szigetet, Labuán szigetét kell körbeelvezni, 4 ellenőrző pont van, ezek rajta vannak a pályarajzon. Az egyik egy szigeten, egy kisebb miniszigeten található, a másik 3 pedig a parton, Labuánnak a partján. Ezeket nagyjából azért tudtuk így a rajz alapján, meg az emlékeim alapján tudtam, hogy hol vannak. Ezeken az ellenőrző pontokon mindenképp át kell haladni. Ezen kívül pedig mindenki úgy megy, ahogy akar, tehát hogy a part mellett megy közvetlen, vagy 200 méterrel bentebb, ez mindenkire rá van bízva.
Melyik a logikusabb, vagy melyik a hasznosabb? Közel menni, ott esetleg a hullámok dobálják az embert, vagy távolabb? Változó a partvonaltól, meg a vízmérséktől függ. Volt, ahol lehetett egész közel menni. A szigetnek az egyik csücskénél viszont én kétszer is olyan sziklákra futottam, hogy vissza kellett tolatni, szerencsére a hajónak nem lett baja. És a hosszú oldalán a szigetnek pedig annyira lapos volt a víz, hogy ott be kellett menni legalább 200 métert a parttól, mert nem lehetett evezni. Azt, akik ott laknak, vagy egyáltalán ismerik jobban, mint ön azt a területet, ők azért előnyben voltak egy kicsit? Mert hiszen önnek nem volt lehetősége arra, hogy akár többször is végigmenjen. Negyedjére mentem már ezen a versenyen, tehát azért úgy nagyjából én is ismerem már a helyet. Amíg együtt mentem velük, addig nagyon nem is tudtam volna rossz felé menni, mert mentem velük, tehát ahová ők mentek. Mondjuk pont akkor fenek lett meg a hajóm. Amikor meg én álltam az élre, onnastól kezdve azért néha hátra néztem, hogy vajon engem követnek, vagy valami ilyen rövid levágáson keresztül mennek, de mindig engem követtek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor biztos jó felé megyek. Holdpont volt-e, vagy szépen kijevezte magát a végére? Volt. Ezért is volt az a taktikám, hogy először inkább figyelem magam, hogy mi történik. Már 2 óránál úgy érezte. Akkor kicsit meg is ijedtem, hogy esetleg baj lesz. Elkezdett görcsölni a jobb bicepszem is, meg a jobb lábam is. Meg úgy kicsit melegnek is éreztem a klímát, meg fáradtnak is éreztem magam, és akkor én is azt gondoltam, hogy lehet, hogy én ma nem fogok nyerni. De utána egy kicsit visszább vettem a tempóból, úgy elevezgettem ott velük, összeszedtem magam, sikerült ezen úgy átesnem, hogy amikor 4 óra elteltével úgy döntöttem, hogy akkor most már én is elkezdek erősebben evezni, onnastól kezdve nem volt semmiféle problémám. Tibor, a lábgörcsökkel mit lehet csinálni egy maratonon? Tehát az ember próbálja feszíteni, nyújtani a lábát, és közben persze evezni is kell. Hát igen, pontosan ez. Mondjuk még a bicepszem görcsölésétől jobban megijedtem, mert ilyen még soha nem volt evezés közben. Próbáltam minél jobban ellazítani a karomat is, a lábamat is evezés közben, de közben meg mindig pont jobb lábbal kellett kormányozni, mert az áramlások mindig úgy nyomták a hajót, mert hogy a tenger is folyik egyébként. Voltak olyan szakaszok, ami olyan volt, mint egy erősodrású folyó. Úgyhogy hát nehéz volt egyszerre lazítani is, meg kormányozni is, de így igen, hogy lazítgatja az ember, próbál tudatosan odafigyelni. Eredményhirdetés? Egy nagy show műsor volt, ez egy 2 hétvégén át tartó fesztivál, itt horgászverseny, úszóverseny, jetski, powerboat, kötélhúzás, röplabda, futás, küzdősportok, mindenféle sportág volt, és a végén egy nagy show volt koncertekkel, tűzijátékkal, és ott volt az eredményhirdetés is. Találkozott-e, bár már az előbb elhangzott, hogy találkozott régi ismerősökkel. Ilyenkor mi a beszédtéma, mi az, ami előkerül? Nagyon szeretek oda menni, mert nagyon sok barátom van, hívnak is egyébként. Amióta, tehát 2005-2006-ban dolgoztam ott náluk, azóta már tartottam nekik felkészítést egy rövid időre a helyszínen, utána pedig e-mailben nagy versenyre, edzőképző tanfolyamra küldött a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség, és akkor 2 héten át én képeztem ott a maláj edzőket, aztán a végén kaptak róla oklevelet, diplomát, tehát nagyon sok barátom van, és tényleg az a jó, hogy ezek az emberek alapból kedvesek, és tényleg barátok. Tehát például most meghívtak, megnyertem a versenyt, megelőztem őket, és semmiféle féltékenységet nem láttam rajtuk, sőt azt mondták, hogy jövőre mindenképpen menjek, de vigyek még magammal párost is, meg vegyes párost is, hogy azt is hadd nyerjék meg a magyarok. Tehát, hogy ők szeretnek tanulni, tisztelik azt, aki jobb tőlük, úgyhogy nagyon kedves emberek. Mindenki barát, az is, akit nem ismerek, mert úgy minden versenyző hallott már rólam. Ez is egy nagyon jó eső érzés volt, hogy a putrazsajai csapat, akik ahol laktam annak idején, és ahol felkészítettem őket, ott voltak fiatalok, ilyen 18-20 éves fiatalok most, és mondta nekik az idősebb versenyző, hogy na látjátok, ő, most már látjátok akkor személyesen, ő Tibor, akiről mi annyi sokat hallottatok, és akkor így meg tudtak ugye ismerni. És ez olyan nagyon jó leső volt, mert tényleg az őszinteség látszik rajtuk. Jövőre akkor megpróbálja ismét? Jó lenne. Sok még az egy év, meglátjuk, de nyilván jó lenne, nagy élmény. Nekünk is nagy élmény volt hallgatni. Köszönöm szépen, remélem ilyen izgalmas, szép dolgokról beszélünk majd. Köszönöm szépen.